Még egy utolsó táblacsere, és még egy zászló a hölgynek középen. Aprólékosan megszervezett mini békemenet Brüsszelben még április végén. A kormány és Orbán Viktor mellett Soros György ellen. A legitim magyar kormány megdöntését soros pénzekkel akarjuk-e? A CÖF ezért a néhány perces tüntetésért 62 embert utaztatott ki a belga fővárosba. Busszal jöttünk, a CÖF fizette a buszt. Volt miből. A hvg.hu akkor írta meg először, hogy a teljesen állami tulajdonú magyar villamosművek több mint 500 milliárd forinttal támogatta a CÖF működését. A szervezet elnöke akkor azt mondta híradónknak, nem emlékszik erre, utána kell néznie. Még egyelőre nem nyilatkoznék. Nem is ismerem a híreket, mai hír, nem voltam Budapesten, majd megnézem, hogy tényleg van-e ilyen támogatásunk, jó? A most nyilvánosságra került közhasznú jelentésükből kiderült, sokat nem kellett volna keresni. A dokumentum ugyanis mindössze két támogatót nevesít. Egyrészt az MVM adott 508 millió forintot, másrészt pedig a Fidesz pártalapítványa 45 milliót. Ez a CÖF összes bevételének több mint 95%-a. Adófizetői pénzből politikai célt szolgálnak. Az együtt szerint ez elfogadhatatlan. A CÖF nem egy civil szervezet, hanem a Fidesznek a meghosszabbított karja, és már a világossá vált, hogy vagy közvetlenül a Fidesztől, Fidesz pártalapítványtól kapnak pénzt, vagy pedig magyar állami cégtől, ami ugyanúgy közpénz. Az ellenzéki párt szerint azért különösen felháborító a CÖF állami és kormányzati támogatása, mert közben a többi civil szervezetet folyamatosan támadják. A kormánypártok szerint ez rendben. Van így. Minden magyar ember tudja, hogy ezek a szervezetek honnan kapják a pénzüket, mert akkor mindenki tisztában lesz vele, hogy kinek az érdekeit képviselik. Ha valaki Sorostól kap pénzt, Soros érdekét képviseli. Ilyen egyszerű. Ezt nem mondtam. Én azt mondtam, hogy nagyon fontos olyan társadalmi kampányokat folytat, amelyek egyébként egyeznek a Fidesz-KDNP értékrendjével, politikájával. A CÖF-öt ma is hiába kerestük, nem reagáltak.